Sziasztok! Egy picit késtünk, jó reggelt mindenkinek! Ma ismét DNS Majával beszélgetek, a mai témánk az elegancia lesz, és várni fogok egy picit, hogy itt a Maját hozzá tudjam adni a videóhoz. Szia Musti, jó reggelt! Jó munkát majd! Ha megérkezik Maj, itt van, úristen, ez sokkal gyorsabban és jobban megy, mint eddig valaha ever. Szia Maja! Már adlak. Hello, hello. Úristen, mi vagyunk a technika és az IT tudatosságának a mindenének a mindene, mert hogy ez így megy. Jó ez reggel. Nagyon gyors volt, igen. Hogy lehetne ez még ennél is jobb? Jó reggel. És jó reggel. Igazából ez az, amit kértem múltkor, mondom, ez olyan uncsi, hogy a videó első két percébe, tudod, hogy itt vagyok, és akkor várok valakire, remélem csatlakozik, és lehetne ez sokkal egyszerűbb. Úgyhogy múltkor, amikor így mondtad, hogy csekkoljam le, hogy így be vagyok-e, be van-e jelölve az oldalad, meg minden, és így mindenbe volt jelölve, de még egyszer megcsináltam. Én ma meg is hívtalak. Nem tudom, wow. Nem is értem, hogy volt, de egyébként volt egy ilyen érzésem ma reggel, hogy ez nagyon könnyedén fog menni nekünk. A múlt héten az Ellennikivel live-oztam, Marseille-ben volt a Brandonnak az alapozóján. Az egy nightmare volt, 5 percen keresztül próbáltam itt hozzáadni. Szerintem mindenki gondolta, hogy az a csaj az megőrült, de megoldottuk. Szóval jó reggelt, szia Lajos, jó reggelt! Szia Gabi, mindenki, úristen, már 22-en vagyunk, és még el sem kezdődött a téma. Bocsi, hogy egy picit késtünk, de mi humanoidként megengedjük magunknak ezt reggel. Ámen, és azt tudom, Maja, hogy ti hoztoltok most egy tanfolyamot a hétvégén, igaz? Igen, egy nagyon izgalmas tanfolyamot, én írtóra várom. Szerintem már totálisan elkezdődött, hogy ez mit jelent, hogy totálisan elkezdődött, amikor azt se tudod, hogy hol áll a fejed, és nem csak azért, mert szervező vagy, hanem ilyen ilyenek az energiák, akkor elkezdődött a tanfolyam. És ez lehet, hogy akár 2 héttel a tanfolyam előtt is befeledkezik. Tehát néha van ilyen, hogy ki van a szőröm nagyon, és akkor így megkérdezik, és mondom Andrásnak, hogy szarul vagyok. És akkor így mondja, hogy lehet, hogy elkezdődött már a tanfolyam? Mondom, ezt el tudom mondani magamról, ugyanis tegnap reggel írtam neked, hogy szeretnék veled beszélni 2 szót, de mindenről beszéltünk, de arról nem a mi miatt beszélni szerettem volna veled. Tehát mikor visszajöttet, hogy igen, persze hívjanak fel, akkor már igazából nem akartam arról beszélni, de azért elmondtam, hogy egy kicsit igen. Csak a kicsit adjunk a logikának, meg a szokásos rendeknek is, igen, igen. Ennek a világnak a rendjének. Jó. Szóval a mai témánk... Azt mondd el, hogy ma váza office van-e, tehát, hogy így vagy valami igen, újabb. Meg szeretném nektek ma is mutatni, megmutatom, milyen elegánsan öltöztem csak nektek a témához, és a vázám elegánsan itt ül. Igen, így gyomom én ilyen kis cukiba. Most láttok szerintem. Igen, szerintem ez is hozzátartozik abszolút az eleganciához. Én is egy kicsit kiöltöztem, nem tudom, mennyire látszik. Úgyhogy ez az új ruhám. Nagyon szép vagy ma is. Jaj, köszönöm szépen. És az új look, ez a wet look, arra gondoltam, hogy biztosan lehet valami rímet kitalálni vele, de egy bármelyik nyelven, amin így próbáltam összetenni, ez így nem sikerült. Tudjátok, onnan ez a taco Thursday, vagy Tuesday, meg nem tudom mi rímel, és nem bírtam semmi rímet, tehát 3 nyelven próbáltam, és egy se jött össze, úgyhogy még kombinálva a nyelveket se, de nem baj. Ez valami, lehet ilyen beach waves, beach something, valami. Majd igen, gondolkodom az, neked hogy, valami. Igen, fodrász de az hogy jön össze, mondjuk, hogy jön össze a péntekkel, tehát így Friday, tehát vagy F-nek kell lenni, hogyha angolul nyomatjuk, vagy hogyha P-nek, hogyha magyarul, na mindegy. Ha valakinek van valami ötlete, hogy Maja hogyan hívja az új lookot, akkor Igen, a hajmosás utáni meg nem szárított hajjal. Ja, na, szóval elegancia. Elegancia. Elegánsan vagyunk fölöltözve. Igen. Én így gondolkodtam, mielőtt elindult ez a live, hogy miről fogunk beszélni, mármint nem azért, mert kiszeretem volna találni, mert igazából azt gondolom, hogy
úgy is jönni fog, amiről ma beszélni fogunk. Nem kell ezt így nagyon megtervezni, de annyi mindent jelent, ahogy leírtuk az eseményben is, hogy annyi mindent jelent, annyi mindenkinek, hogy mit jelent maga az elegancia, és nem tudom, hogy János itt van velünk egyébként, vagy néz minket a Nagy János, de múltkor volt egy ilyen jövőteremtős workshopom a COP után, és abban leírtam, hogy ugye az Excess Consciousness-nek az a definíciója a teremtés eleganciájáról, hogy a legkisebb erőfeszítéssel teremtem a legnagyobb eredményeket, vagy valami ilyesmi, azt hiszem így van megfogalmazva, és ezt beleírtam a tanfolyam leírásába, és amikor elkezdődött a workshop, akkor megkérdeztem, hogy miért választották a workshopot, és mondták, hogy az elegancia szó miatt. És már akkor is éreztem, hogy valahol itt van a levegőben ez az elegancia dolog, és hogy azt is gondolom, hogy sokan keressük már valahol az eleganciát, és vágyunk rá. És itt a tanfolyamon is feljött ez a dolog, hogy mi van, ha az elegancia az igazából nem azt jelenti, amit gondolunk, tehát és jelenthet bármit, tehát hogy persze nyilván kinek mit, és azt gondolom, mindenkinek a saját nézőpontjából igaza van, de mi van, ha nem kell, hogy most éljem azt, amiről azt gondolom, hogy az elegancia az az, hanem elkezdhetem teremteni az életemet elegánsan, az elegancia teréből, abból az energiából, és ezt akartam egy picit így tisztába tenni, hogy eszközöket adjunk rá, hogy hogyan tudjuk egy picit elegánsabban megélni a mindennapjainkat, vagy teremteni az életünket, és erről szeretek volna téged fogadni, mert én azt is érzékelem magamon, hogy amikor megengedem magamnak az eleganciát, például nekem ez úgy jelenik meg, hogy kidobom azokat a ruháimat, amiket azokra napokra tartogatok, ami úgy se látja senki, hogy felvettem, vagy pólóimat, 38-an vagyunk, ezt itt most bevallom, vagy a pólóimat, amiben mindig beleizzadok, és megfogadom, és soha többé nem veszem fel, de aztán mindig a szennyesben landol, aztán mégiscsak felveszem, szóval ezeket ilyenkor kidobom, a legszebb csészémből iszom, veszek magamnak vágott virágot itthonra, egy kicsit könnyedebb kezdek olyankor lenni, egy kicsit lágyabb, olyankor kiteszem a ruhaszalvétát, nem a hűtő mellett tömöm be a kajámat, és közben telefonálok, meg nyomkodom az Instagramot, és nem tudom, hanem leülök, úgy megadom a módját, és valahogy van ennek egy ilyen, hát úgy tudnám ezt mondani, hogy energiája, amiben ilyenkor létezem, és tényleg azt tudom mondani, hogy teljesen más eredmények születnek, mint amikor nem ebből a térből működöm, hanem a rohanásból, az iderakásból, az odarakásból, és milyen érdekes, hogy most sem arról beszélünk, hogy ezüstkanál, meg nem tudom, óriás festmények a falon, antik festmények a falon, hanem ez egyfajta, hogy létezhetünk maja szerinted eleganciaként? Question mark. Nem hiszem. Tehát ez a kivételes, 1%-on kívül senki másnak nem lehetséges, azért beszélgetünk róla itt most. Szóval az egyben ember, most nézi ezt. Igen, ez így mondja le róla. Nem sikerül. Szóval annyira jó, amiket mondasz, és így egy kicsit azzal folytatnám, hogy az elmúlt néhány napban, tehát amióta kitaláltuk ezt a témát, én is eltűnődtem ezen, hogy mi is nekem az elegancia, és hozzá kell tegyem azt, hogy annyira hálás vagyok ezeknek a témáknak, amikkel előállunk, mert előállunk, tudom, hogy van rajta egy ilyen wow energia, és sokszor fogalmam sincs, hogy miről fogunk beszélni. Tehát én is elgondolkodtam, idézőjelben, eltűnődtem azon, hogy miről fogunk most beszélni, és mik azok a pontok, amik adhatnak az embereknek valamit, és mi számomra az elegancia, és így sokféleképpen, tehát sok minden eszembe jutott. Például azt tudom, hogy van egy-két ismerősöm, aki ebből az eleganciából működik a nagyon nagy százalékban, és azt vettem észre, hogy belegondoltam, hogy mitől elegáns valami, és nem a csiri-viritől, meg a színektől, hanem egyrészt van valami önazonosságuk, ami szerintem hihetetlenül elegáns, amikor tudod, hogy mi az, ami hozzád illik, mi az, ami te vagy, és akkor szinte fölvehetsz bármit, és lesz benne elegancia. Tehát lehet egy
fehér póló farmerben is elegancia, hogyha az illik hozzád. És aztán van egy-kettő ember, aki mindig csodálok, mert olyan hihetetlenül finoman éli az életét, és van ebben egy, van egy ilyen finomság, egy ilyen olyan, mint amikor egy anyagnak van egy ilyen finom tapintása, és ez az energia megjelenik körülöttük. Például itt van Silvia Puentes, aki egy Access Consciousness facilitátor, és ő például mindig úgy öltözködik, hogy mindig lenyűgöz. Az, ahogy a ruháknak például így esnek rajta, tehát amilyen az anyag, és meséltem, vagy beszéltünk egy kicsit erről a témáról, és azt mondta, hogy amikor nem volt pénze, mert most már azért jól él, de hogy amikor nagyon kevés pénze volt, egy elég szegény családból származik, mert Mexikóból jöttek át a szülei Kaliforniába, és akkor ott nőtt föl, és azt hiszem talán hárman, vagy négyen, vagy még többen is vannak testvérek, és ő mindig megtalálta azt a módot, hogy elegáns legyen. Tehát, hogyha a second hand shopból öltözködik valaki, akkor is meg lehet találni az elegáns darabokat. És ez most az öltözködésre, de ezt szeretném így kiterjeszteni egy életstílusra is, hogy milyen ez az életstílus. És én azt vettem észre, hogy lehet, hogy elfoglalt, de mégis van benne valami egyszerűség, valami letisztultság. Tehát nekem az elegancia az soha nem bonyolult, hanem mindig valamilyen. És ezen kívül, amikor még elkezdtem tűnődni ezen, hogy mi az, amiről ma fogunk beszélni, és mit jelent nekem az elegancia, és akkor ez már szerintem összekapcsolódik így abszolút már a teremtéshez is, hogy például imádok olyan sportolókat nézni, akik hihetetlenül egyszerűen és elegánsan oldják meg azt, amit csinálnak. Ami eszembe jutott például, mondjuk egy focistának egy ilyen, ahogy így két mozdulattal beollóz egy focilabdát a kapuba. És így nem vagyok nagy focirajongó, de azt így tudom nézni, hogy wow! És az az érdekes, hogy nem csinál semmi olyan mozdulatot, ami fölösleges lenne. Hanem pont az a szép az egészben, hogy pont csak annyit csinál, ami ahhoz kell, hogy betegye azt a labdát a kapuba, a kapus feje mellett. És úgyhogy ez, és belegondolva az, hogy oké, mondjuk ott van egy Ronaldo, vagy tök mindegy, hogy kinek, mi nekem most ez jutott eszembe, hogy egy Ronaldo így betesz mondjuk egy labdát a kapuba, és így mennyi gyakorlás van mögötte? Sok. Mennyi az, hogy törekszik arra, hogy ezt a hétköznapokban megvalósítja, és akkor ott van egy pillanat, és akkor tak. Tehát azt azért hozzátenném, hogy akármennyire a teremtésnek a tényleg az a, tehát hogy eleganciával teremteni, az azt jelenti, hogy a legkisebb erőbefektetéssel a legnagyobb eredményt előhozni, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik. És ez megnyugtatás lehetne a lustáknak is, hogy a legkisebb erőbefektetés a legnagyobb eredmény. Mi van akkor, hogyha a lustaságod igazából nem egy rosszaság? Így egy ilyen kis zárójeles megjegyzés. És mi van akkor, hogyha hajlandó vagy beletenni bármit, ami szükséges ahhoz, hogy létre, hello Móni, hogy létrehozzad ezt az egy mozdulatot. Tehát ez nem jelenti azt, hogy előtte nem néztél rá, nem próbáltad meg, nem gyakoroltad, hanem egyszerűen hajlandónak lenni arra, hogy megtegyük azt, ami lehetővé teszi, hogy aztán tényleg a legkisebb erőbefektetéssel tudjuk létrehozni. Tehát, hogyha nincsenek mondjuk megerősítve Ronaldónak a kórizmai, nem tudja fölemelni addig a lábát. Tehát, hogy bele kellett tenni azt, hogy így, hogy olyan fizikai állapotban legyen, hogy ezt a mozdulatot könnyen kivitelezni tudja. Úgyhogy
annyira érdekes, hogy az eleganciában van egy egyszerűség, és lehet, hogy mögötte meg van egy csomó dolog, amit előtte választunk. És amikor például valakire azt mondjuk, hogy sikeres, és azt mondjuk, hogy hát de neki könnyű. Ugye, és olyankor sose nézzük meg azt, hogy előtte mi van, mit tett bele. Tehát, hogy jaj, neki könnyű, mert, és akkor mert, tudom én, gazdagok a szülei, vagy mert szép, vagy mert olyan családból származott, vagy mert csak mert már neki jó. És mi van akkor, hogyha az eleganciát választhatjuk akár most is, és annyira tetszett, amiket te is mondtál, hogy mondjuk tényleg megterítjük az asztalt, és úgy esszük meg. És ehhez kapcsolódóan nekem, ami így eszembe jut, ez a tisztelet, a tisztelet önmagunkkal kapcsolatban. Tehát, hogy mennyire vagyunk hajlandóak. És akkor itt visszakanyarodunk az első Facebook témánkhoz. Majd ide posztoljuk azt a videót, aki esetleg nem állt volna róla. Az intimitás ötelemével kapcsolatban, hogy a tiszteletben tartod-e magadat. És akkor például tiszteletben tartás, mit jelent neked például az, hogy szépen megterítesz akkor is, hogyha egyedül vagy? Az, hogy olyan ruhát veszel föl, amiben jól érzi a tested, és ragyog. Tehát, hogy és még mi? Például bocsánat, például Silvia Puentes mutatott, vagy láttam ilyen képeket, amit így posztolt, vett magának néhány kristálypoharat, és nem egy szettet, hanem elment egy ilyen régiségpiacra, és ott egyet-egyet talált, és így össze-vissza volt az egész, de hogy mondjuk abból inni egy bort, vagy tök mindegy, hogy mit, amit éppen szeretnél inni, akkor az mennyire emeli meg azt, hogy mennyire tartod tiszteletben magadat, és hogy indítja a napodat, és mi van, hogyha abból az energiából mész egész nap. Szóval nekem például ezek a dolgok, amik így az elegancia, és annyira érdekes, hogy nagyon sokat beszélek, hogyha bármikor körbe szeretném szólni, légy szíves, szóljál. Egyébként jó. Szeretem magunk között ezt a dinamikát, hogy nagyon minimálisan vágunk egymás szavába, ami fontos olyan szempontból, hogy az elég uncsika tudna lenni, és én csak hallgatlak, ha majd úgy, egyébként egy csomó minden jön fel közben, ahogy beszélsz, de jó, mindig így tovább megyünk, és akkor ez a jó, majd, jó, nem okay. Fogja, nem fogja. Szóval egy kérdésem lenne viszont ezen a ponton. Szóval mit gondolsz, Maja, hogyan? Szóval, hogyha valaki mondjuk egy olyan élethelyzetben van most, hogy azt látja, hogy csak a cselekvésből tud teremteni, de azért nem tud eleget teremteni, mert az állandó cselekvésben van. Ugye ezt én ezt sokszor mondom, és ez egyébként rám, ez azért mondom sokszor, mert ez rám nagyon-nagyon igaz, hogy egy olyan típus vagyok, ez a érdekes nézőpontom, amin próbálok már régóta változtatni egyébként, aki gyerekkoromtól én ez a cselekvő vagyok, ez a megyek, csinálom, és állandóan valamiben vagyok, valamit folyamatosan csinálok, és nem állok meg egy perce sem, ezt tegnap a belgyógyászom mondta, hogy Niki, állj meg egy perce, nézd már körül, mert nem látod a tájat, és így, oké, jól hangzik, és azt veszem észre, hogy olyankor esek ki az eleganciából, amikor ebben a folyamatos csinálásban vagyok, nincs benne ez a fajta könnyedség. Szóval, hogyha mások is vannak ezzel így, én szeretem már elcsípni magam, szóval azért már kisebb részben van, mint korábban jelen ez az életemben, de én azért bele megyek ebbe, például amikor beszélgettünk mostan, minap, amikor találkoztunk, ugye akkor sem mondtam neked, hogy folyamatos csinálásban vagyok, állandóan valami történik, és hogy hogyan tudom megengedni magamnak. Tehát, hogy mert az emberekben van egyfajta, most kimondom ezt a szót, egyfajta félelem azzal kapcsolatban, hogy na jól van ám, tök jó, amiről beszélgettek csajok, meg itt osztjátok a tutit, de hát én ezt nem engedhetem meg magamnak, hogy lelassítsak, hogy megem, mert akkor miből fizetem ki a számláimat, vagy akkor hogy lesz, vagy akkor... Tehát, hogy van egy ilyen érzékelésem ezzel kapcsolatban, hogy sokan gondoljuk azt, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak, mert akkor mi fog történni. Hogy amikor valami ilyesmi van az életünkben, akkor milyen eszközök vannak, amivel ezt egy picit be tudom lágyítani, amire azt mondom, hogy oké, most van ez, hogy azt gondolom, hogy nem engedhetem meg magamnak,
de mi van, ha minden nap 1%-kal elkezdek valamit változtatni, hogy az hogyan, mit gondolsz te, hogyan tudnánk ezt úgy elkezdeni? Hát Andrásnak van egy példája, igaz, hogy ez pénzes, de szerintem nagyon szépen ide is vág, ami arról szólt, hogy voltunk tavaly, vagy azt hiszem tavaly voltunk Kosztarikán, és az Access-nek az egyik fő muftia ilyen energetikai kezeléseket szokott ott csinálni, és mivel ez volt az első olyan tanfolyam, amit ő is együtt facilitált a másik fő muftival, Garyvel, ezért nem volt nagyon ideje ezekre az energetikai kezelésekre. És így azt mondta, hogy okay, ugye most itt ülök végig, nem tudom ott a háttérben csinálni ezeket az energetikai kezeléseket a tanfolyam ideje alatt, és azt mondta, hogy jó, akkor a tanfolyam egyik szünetében csinálok egy csoportos kezelést. Na most, ez került $800, és András így ránézett az energiájára a kezelésnek, és így 30-an együtt. Tehát azt gondoljuk, hogy ha egyedül vagyunk, akkor még talán kifizetnénk annyit, de hogy így 30-an biztos nem jut rá annyi, nem jut rám annyi idő, meg nem hoz meg akkora változást, és András így ránézett erre az energiára, hogy mit teremt az, hogyha ő ezt választja. És azt mondta, hogy nem engedhetem magamnak azt, hogy ezt most ne válasszam, hogy ne fizessem ki ezt a $800. Tehát, hogy én arra hívnálak meg mindenkit, aki azt mondja, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy tényleg nem engedheted meg magadnak azt, vagy azt nem engedheted, mi mit teremt? Többet teremte, hogyha most éppen egy picit leülsz, megiszol egy kávét, visszatekintesz az elmúlt időszakodra, hogy honnan, hova jutottál, hogy hol vagy, vagy... Tehát az, hogy amikor azt mondod, hogy nem engedheted meg magadnak, az egy hazugság, vagy többet vesztesz azzal, hogyha azt mondogatod magadnak, hogy nem engedhetem meg magamnak, és nem teszed meg azt, amit valójában arra kéne mondanod, tehát amit nem választasz, arra kéne mondanod, hogy hát azt nem tudom megengedni magamnak, mert sokkal többet teremtene az. Tehát, hogy mire mondod ezt a kifejezést? Arra, ami tényleg igaz, vagy ez egy kifogás? Fú, akkor most én mindig vállalom a sebezhetőségemet, tudom, hogy tudtad, hogy ezt fogom csinálni, látom az arcodon, mert nem vagy. Én most vállalom itt ennyi ember előtt, hogy aha, hát bennem van egy olyan érzés ilyenkor mindig, várjátok, hogy közül az üzenetek jönnek, hogy én ezt nem engedhetem meg magamnak, mert akkor nem. Tehát, hogy én még abban a részében vagyok, amikor nem, hát az, jaj, az nagyon félelmetes, akkor inkább megyek és csinálom. És akkor néha, amikor nagyon elfáradok, és akkor már a testem meg minden azt mutatja, hogy hát nincs más választásom, akkor persze mindig megoldódnak a dolgok, anélkül is, hogy cselekednék. Sőt, nekem volt ilyen időszak az életemben, amikor sokkal több pénzt teremtettem, és nem volt munkám, mint amikor előtte valahol dolgoztam egy ilyen. Igen. Munkában. Tehát, és amikor például fáradt valaki, mondjuk fáradtak vagyunk, és azt mondjuk, hogy nem engedhetem meg magamnak, van, amikor tényleg az van, hogy meg kell csinálni azt, ami aznapra ki van adva. És mi van akkor, hogyha azt mondod, nekem volt olyan, hogy azt mondtam, hogy okay, nagyon fáradt vagyok, nem hiszem, hogy végig tudom csinálni ezt a napot, anélkül, hogy valamit ne pihenjek, és azt mondom, oké, adok magamnak 10 percet. És hogy 10 percet, azt mondtam, kikapcsolom a telefonot, 10 percet, beállítottam, hogy 10 perc múlva csörögjön, és így lefeküdtem viszintesbe, és azt mondtam, hogy ez a 10 perc, ez most csak rólam szól, csak a testemről, csak a pihenésről, és így bármi, ami hozzájárulás tud lenni ahhoz, hogy én ez alatt a 10 perc alatt így a maximálisan olyan sok energiát kapjak, hogy simán végig tudjam könnyedén csinálni ezt a napot, azt most így megengedem. És nekem tök mindegy, hogy most szellemek fognak masszírozni, vagy Isten fénye levilágít rám, vagy tehát, hogy így mindegy, hogy mi az, nekem most ez a 10 perc az, amit így megadok, és akkor most mindent fogadok. Tehát, hogy tényleg nem engedheted meg magadnak, vagy ezt csak így mondod, és mennyi lenne az az idő, amit hogyha rászánnál, akkor így tökre föl tudnál töltődni, és úgy végig tudod csinálni azt a napot, a hetet, a hónapot, mindegy, hogy mi az. És van, amikor kellenek ezek a pihenések,
És azért ez egy nagyon érdekes dolog, tehát miről gondoltad azt, hogy teremtés, ami nem az, és mi az, amit nem teremtésként definiáltál, ami pedig az? Tehát mondjuk mekkora teremtés lehet leülni kávézni egy barátnővel, aki totálisan jelen van veled, vagy aki csak így meghallgat, vagy tök mindegy, vagy egyszerűen csak csacsogtok hülyeségről. Lehet, hogy ez mekkora hozzájárulás lehet ahhoz, hogy aztán tovább tudjad pörgetni mondjuk éppen az üzletedet, amit fölépítesz, és mekkora föltöltődés lehet az a fél óra, egy óra, ami aztán így utána tolod ezerrel könnyedén és örömmel. Szóval... Fú, ez egy nagyon másik nézőpont, én ezt most el fogom lopni. De egyébként arra is éver lettem, hogy közben You're én welcome. Ezt csinálom. Thank you. De én arra is éver lettem közben, hogy én ezt amúgy csinálom, és most ezt szeretném itt megosztani mindenkivel, ezt most megint bevállalom, hogy amikor elmegyek, és a kedvenc éttermemben ebédelek, vagy mondjuk veled beülünk egy ilyen nagyon cool helyre, például a héten is történt ez, és csak úgy megengedem magamnak, hogy úgy élvezzem az életem. Olyan fantasztikus ötleteim jönnek, ami egyébként korábban sosem. Tehát amikor ebben az elegancia terében vagyok, amikor beülök mondjuk a Börze kávéházba, ami azért elég cool, és fogom a papír, vagy a ruhaszalvétát magamra terítem, és akkor iszom egy mimózát, vagy egy bármit, és közben csak ott tűrök, és akkor ott úgy vagyok ebben a térben, és megadom magamnak azt az egy órát. Konkrétan most tudnám azt mondani, hogy három nagyon-nagyon szuper ötletem az üzletemmel kapcsolatban, az mind ezekben a pillanatokban jött, és köszönöm szépen, hogy ezt itt most mondtad az előbb, mert ezt most kell, el kell, hogy ismerjem. Tehát nálam egyébként az elismerés hiánya sokszor van, mert hogy én egyébként csinálok dolgokat, amiről azt gondolom, hogy nem csinálom őket, és ilyenkor, amikor megkapom az éverségetre, akkor ilyenkor el tudom ismerni, és most el kell, hogy ismerni magamnak, hogy én nagyon sokszor ezeket csinálom, csak nem veszem észre. Igen, én ez az, amit hihetetlen szeretek az Access eszközeiben, hogy ugye azt hiszem az a valamilyen ismi a mondásuk, hogy to empower people to know what they know. Tehát, hogy az erej, megerősíteni az embereket abban, hogy tudják, hogy tudnak. És ez is egy olyan dolog, amit most itt te mondtál, tehát nagyon kevesen mutatnak rá ezekre a dolgokra, amit már szuperül csinálunk, amiben már már csináljuk, csak ezekre nincsenek fogalmak nagyon ebben a világban. És az Access, amikor így rámutat erre például, és ez az elismerése önmagunknak, tehát olyan dolgokat csinálunk, olyan dolgokként létezünk, olyan energiákat, meg olyan eszközöket használunk, amit senki nem tud ebben a valóságban elismerni, vagy nagyon-nagyon kevesen. És amikor találkozol valakivel, aki ezeket így elismeri, és így rádöbbensz, hogy wow! És ez az egyik ilyen kedvenc dolgom, és ez hihetetlenül elegáns az Accessben, hogy nem tanítani akar, hanem rádöbbenteni arra, hogy hány területen választod már ezeket a dolgokat, a könnyedséget, az eleganciát, a teremtést, a blablabla, tök mindegy, hogy micsoda. És hogyha megválasztasz valami olyasmit, ami nem működik, vagy nem tetszik, akkor meg egyszerűen meg tudod őket választani. Szintén az elegancia terjeiből egy-két eszközzel, nem azt mondom, hogy munkanélkül, mert vannak területek, amik pikpak megváltoznak, tényleg csak így ránézel, ja, jó, oké, akkor ezt most így elhagyjuk, tehát így kész. És aztán vannak olyan dolgok, amiken többet kell dolgozni, úgynevezett, de azt is lehet egy könnyedségből, hogy folyamatosan tényleg föltenni a kérdéseket, hogy akkor már hozzunk be ezt a kedvenc négy kérdésemet, ami szintén olyan szép és elegáns, hogy az első kérdés, a világ legegyszerűbb kérdése, hogy mi ez? Mi ez? A második kérdés, hogy mit tudok vele kezdeni? A harmadik kérdés, hogy meg tudom-e változtatni ebben a pillanatban, nem általánosságra és örökérvényűen igen vagy nem, hanem ebben a pillanatban meg tudom-e változtatni. Tehát például, jó, végig mondom, meg tudom-e változtatni, és hogyha igen, akkor hogyan? Tehát például vegyük azt, hogy
lerobban az autó, mondjuk az autópálya közepén. Meg tudom-e változtatni? Hát valószínűleg meg tudom változtatni, de nem biztos, hogy abban a pillanatban történik a változás. Ugye lehet, hogy kell előtte egy-kettőt telefonálnom, kihívnom a sárga angyalt, stb. De hogy így vannak dolgok, amikre meg nem feltétlenül pont akkor van az idő, és egyszerűen, hogyha újra fölteszed a kérdést, hogy és most? És most? És most meg tudom változtatni? És most? És nem egy erőfeszítésből, hanem egy totális kíváncsiságból minden egyes kérdés alkalmával, hogy és most meg tudom változtatni? És most meg tudom változtatni? Hogyha bármikor rosszá tetted magadat, vagy rosszá tetted a gyerekedet, vagy téged rosszá tettek gyerekként, amikor újra és újra föltetted ugyanazt a kérdést, hogy és most kaphatok fagyit? És most? És most? És most? Akkor ezt hajlandó lennél egyszerűen elpusztítani, és nem teremtetté tenni, és nem feltétlenül az erőszakos kérdezgetésből, és mondjuk az se rossz, mert ugye az Access azt mondja, hogy az éberség mindent magába foglal, hanem egyszerűen csak abból, hogy a gyerekek sokszor éberek arra, hogy ez egyik pillanat, az mennyire más, mint a másik. Tehát, hogyha újra kérnek valamit, lehet, hogy tök más lesz az eredmény 10 másodperc múlva, vagy fél perc múlva, vagy 10 perc múlva. Vagy éberek valamire, hogy meg lehet azt csinálni, azt a dolgot, meg lehet teremteni. Lehet, hogy egy kicsit rossz irány, idézőben egy rossz irányba kérdeznek, mert nem biztos, hogy a szüleik által lesz megteremtve az a dolog, vagy a szüleiken keresztül. De lehet mondjuk egy szomszéd, lehet a nagymama, lehet az egyik barátjuknak az édesanyja, vagy édesapja, vagy egy barátjuk, tehát annyi féleképpen lehet teremteni. De ha bevesszük azt, hogy csak valakin keresztül, hát akkor a szívás. És ezt bármire mondom tényleg, hogyha azt gondolod, hogy egy energiának csak egy forrása lehet, akkor szivatod magadat elég nagyágyúsan. Hogyha hajlandó vagy bárhonnan fogadni azt az energiát, akkor meg egy olyan világ nyílik meg előtted, ami tele van csodákkal, és ezt értem arra is, hogyha beveszed azt, hogy csak egy fizetésed van, és csak onnan kaphatod a pénzt, az is már egy szívás. Magadat szívatod. Tehát, hogy így nem kell nekünk más hozzá, hogy tudjuk saját magunkat is szívatni. Nem is tudom, hogy honnan kanyarodtam el, tehát a teremtés, a lehetőségek, a négy kérdés, és ugye, hogy mi ez, és annak az egyszerűsége és eleganciája, hogy hajlandóak vagyunk föltenni bármilyen szituációban ezt a kérdést, hogy mi ez, mert hogyha hajlandóak vagyunk jelen lenni ezzel a kérdéssel, akkor az azt jelenti, hogy így észrevehetjük azt, hogy milyen elképzeléseink voltak eddig a szituációról, amik abszolút nem igazak, és mi más lehetséges azon kívül, amit eddig hajlandóak voltunk meglátni, vagy így a szemellenzőink miatt így nem láttunk. És hogyha mi ez, az így kinyitja ezeket a szemellenzőket, és így, van más is azon kívül, mint amit eddig gondoltam. Én nagyon szeretem azt a példát szoktam mondani, hogy amikor felteszek egy kérdést, akkor mindig a lehetőségek száma mindig végtelen. És nem 10, meg nem 100, meg nem 1000, meg 10 millió, hanem mindig végtelen. És hogy az én nézőpontjaim azok, mint a kártyalapok, amik így kitakarják ezeket, és akkor ebből meg tudok látni valamennyit. Aztán jönnek egyéb kártyalapok is, és akkor gyakorlatilag az esetek nagy részében meg tudok látni egy lehetőséget, vagy kettőt, vagy hármat, és akkor azt is gondolom, hogy ezt választanom kell. És szerintem egy picit ez is benne van a teremtés eleganciájában, hogy ha tudom azt, hogy a lehetőségeim száma végtelen, akkor az is lehet a teremtés eleganciája valahol, hogyha jön egy lehetőség, azt nem biztos, hogy választom, hanem a könnyedség teréből azt mondom, hogy oké, köszönöm, univerzum, kaptam egy lehetőséget, de felteszem a kérdést, ha ezt választom, az azt teremti-e azt a jövőt, amit szeretnék létrehozni, vagy nem azt a jövőt teremt, és ugye a könnyű nehézzel, amit már a korábbi videónkban elmondtuk, nézzétek vissza, gondoljátok. És akkor ott keletkezik egyfajta könnyedség, mert az is mennyire elegáns számomra, hogy azt merem mondani akár a világ
legjobb ajánlatára, amire a világ azt mondaná, hogy ez a világ legjobb ajánlata, hogy ez nekem most nem működik, köszönöm, és most mi egyéb lehetséges még, amit el sem tudtam képzelni. És ilyenkor mindig, és ilyenkor az én magamról el tudom mondani velem, ez miután hazajöttem Amerikába, hogy csomószor megtörtént, mert ugye a nullából, a scratchből kezdtem el mindent újra teremteni. És amikor egy ilyen nagyon nagy dologra azt mondtam, hogy nem, mert tudtam, hogy ez nem az a jövő, ahová én tartok, mert az, amit én létre szeretnék hozni a világban, az Úristen nagyon-nagyon más. Azt mondtam, hogy nem, mindenki mondta, hogy what the fuck, ez megbolondult. Én meg csak így mentem tovább, és csak kérdeztem, de nem mint egy ilyen hülye gyerek, hanem ez a biztos, ha itt valami más, itt valami másnak is lennie kell, tudjátok, mint az optimista gyerek a lószart tetején. Ha itt valami lennie kell egy bulinak is, úristen, és mindig akkora jutalmat kaptam, mert valami sokkal nagyszerűbb jelent meg, amiről el sem tudtam volna képzelni, hogy lehetséges számomra. Kivétel nélkül mindig giga jutalmat kaptam. Hogy az mennyire elegáns van, amikor azt mered így mondani, hogy, és nem az ellenállás teréből, hogy jaj, nem, én ezt nem választom, hanem ez a köszönöm, wow, köszönöm, ez mekkora lehetőség, de ez nem az, amit szeretnék, és csak kérdezel tovább ebből a könnyedségből. És ez valahogy akkora tereket nyitogatott nekem, amikről korábban egyébként én nem is gondoltam, hogy lehetséges lenne számomra. Tehát, és utólag meg itt ülök, mert most ugye meg vagyok így állva, és most éppen nézek körbe, hogy de jó. És az, wow, ezt hozta létre valahol ez a könnyedség, vagy ez a megengedés, amiből ezeket meg mertem hozni. Igen, én azt arra mutatnék rá, hogy mennyire elegáns, amikor az ember hajlandó és meri követni azt, ami tudja, hogy neki igaz. Tehát, hogy a saját éberségét, a saját tudását követni, az hihetetlen elegáns. És mi van akkor, hogyha az eleganciát, most kit nézitek, vagy meg fogjátok nézni utólag ezt a Facebook live-ot, hogy így mi a ti tudásotok, mi az, amit tudtok, és a tudásnak az access, ez tök másképp érti, mint a hétköznapokban, mert a hétköznapokban mit nevezünk tudásnak? Azt, amit megszereztél az iskolapadban ülve, vagy nem tudom, mindenféle ilyen tapasztalattal, de az a fajta tudás, amiről itt beszélünk, amikor tudod, hogy léteznek lehetőségek, és éber vagy ezekre a dolgokra, és ami ebben egy kicsit ilyen furi, az, hogy ezeket az éberségeket és ezt a tudást, ezt legtöbbször nem tudja neked senki visszaigazolni. És akkor visszakanyarodunk itt az elismeréshez, amiről beszéltünk korábban, hogy mi lenne, hogyha te elkezdenéd elismerni ezeket a dolgokat. És arra is így fölhívnám a figyelmet, hogy elismerni a dolgokat, az nem egyenlő a nagy képűséggel. Mert akkor amikor valaki nagyképű, vagy amikor azt választjuk, hogy nagyképűek vagyunk, akkor bizonygatni próbálunk valamit. És a tudásban semmi bizonygatás nincsen, hanem mert ez senkinek nem kell bizonyítani, és senkinek nem kell elmondani saját magadon kívül. És ahogy annyira szép ez a példa, Niki, amit itt felhoztál, hogy mondtad, hogy nem, most ez nem azt a jövőt teremti, amit valójában szeretnék. Tudom, hogy itt van valami teljesen más is, ami lehetséges, és sokkal wow-abb ennél. És ugye az, amire nemet mondtál, mindenkinek a szemében egy olyan lehetőségnek tűnt, amit el kell fogadni. Ugye egy visszautasíthatatlan ajánlat. És te tudtad, hogy valami más is létezik. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy tegyétek föl magatoknak a kérdést, hogy mi az, amit ti tudtok, mi az, amire ti vagytok éberek. És nem az iskolapados tudás, hanem csak kezdjétek el kérdezni ebből a másik térből, amit most ebben a Facebook live-ban is így érzékeltek, ennek az energiából is. És kezdjétek el kérdezgetni minden nap, hogy mi az, amit én tudok, mi az, amit elismerhetek magamban, amit még senki nem ismert el. És mi az, amit elismerhetek magamban, amit senki lehet, hogy nem is fog tudni elismerni, mert annyira egyedi, és annyira megfoghatatlan. Tehát mondok egy ilyen furi példát, hogy
Haj. Kettő ilyen is volt. De az egyik az az, hogy beszéltem egy barátnőmmel, hogy, hogy voltam egy tájcsitában, és ott mindenki milyen kedves volt, és milyen szuper energiák voltak, és azt mondja nekem, hogy te mindig ilyenekről beszélsz nekem, hogy mennyire jó energiák vesznek körül, és hogy mennyi sok kedvesség, és gyengénység, és törődés, és akkor így eltűnődtem, hogy úristen, hogyha én többször beszélek erről, akkor mi az, amit én erről tudok? És ugye az jött, hogy úristen, tehát hogy ez nem az van, hogy ilyen emberekkel találkozom, az is, de hogy ez belőlem fakad egy csomó része. Belőlem fakad, és egyszerűen az van, hogy ahova megyek, ott meg is teremtem. Tehát egyszerre én is eként az energiaként létezem, és így ránéztem, és így mondom, wow, ezt még soha nem ismertem el. És ez olyan megfoghatatlan dolog, hogy ránéztem, hogy ezt ki ismerhetné el nekem? Hát szinte senki, mert nem egy olyan megfogható dolog. És egy másik ilyen történet, ami szintén ilyen furi, hogy van egy nagyon kedves ismerősünk, aki személyedzőként dolgozik, és hogy azt vette észre, hogy amikor ő ott van a teremben, akkor mindenkinek jobban megy az edzés. Tehát, hogy olyan, tehát annyira durva, hogy amikor ő ott van, akkor mindenki többet emel, akkor mindenki több ismétlés számot bír, és mindenki, és így, wow, hogy milyen ez, és pont most az utóbbi időben volt valami olyasmi, amit ezzel kapcsolatban én is elismertem magamnak, hogy így a testem mennyire igyekszik megkönnyíteni a környezetemben lévőknek a dolgait. Volt egy ilyen fura dolgom, hogy a tai chi edzés első 15 percét azt így végigásítozom, szinte minden egyes alkalommal. És akkor így néztem, mindenféle kérdéseket tettem már fel, hogy mi ez, meg minden, volt egy-két ilyen elmélet, hogy mi ez, de hogy így sosem állt össze a kép, mondom, nem tudom, és még mindig ásítozom. És így egyszer így ránéztem erre a személyedző barátomra, hogy amikor ő ott van a teremben, akkor mit teremt, és így föltettem a kérdést, hogy úristen, az én testem így facilitálja, segíti az összes velem egy edzésen lévő névőknek, hogy kiszedi a testükből a tudattalanságot, a nem tudatosságot, mert az excessnek a nézőpontja az, amikor ásítasz, akkor általában a tudattalanság jön föl, és az távozik, és így azt mondom, hogy wow, ez rohadtul könnyű. Úgyhogy a legutóbbi tájcsi edzésen ott volt, elkezdtem ásítozni, így rá gondoltam erre, és annyira kellett kacagnom, hogy így ásítottam, és kacagtam. Ez is egy olyan fura dolog, most így elmondom, tehát nem mondom el senkinek, hát elmondom itt mindenkinek, de szóval mi van akkor, hogyha ezek olyan dolgok is tényleg, tehát azért hoztam ezeket a példákat, mert ezek annyira nem ebből a valóságból valóak, és mi az, amit te elismerhetsz, és már az elismerés az egy hihetetlenül egyszerű és elegáns eszköz, amivel akkorát lehet teremteni. Mi az, amit önmagaddal kapcsolatban elismerhetsz, amit még nem ismertél el, és amit senki nem ismert még el veled kapcsolatban? Én egyébként azt imádom a legjobban a tanfolyamokon, ha én megyek, vagy ha én tartok, és hozzám jönnek is, hogy annyira jó látni, amikor az emberek így ledöbbennek azon, hogy Úristen, én ezt tudom. Aha. Ezt eddig senki nem mondta. Vagy amikor itt szoktam ezt néha mondani embereknek, hogy milyen? Tehát, hogy amikor én leülök valakivel szembe, itt leül mondjuk nálam a kanapén, akkor én soha nem a szűrőkön keresztül látom őket, hanem teljes valójukban. És így azon szoktam közben gondolkodni, hogy vajon mit érezne ő, ha ő ugyanazt látná, amit én. Hogy milyen érzés lenne az, és sokszor ugye ezt így nem tudod mondani, mert az emberek ezt nem tudják elsőre befogadni, de megmutatod nekik kérdéseken keresztül, és amikor, ha csak egy dolog az, amit ő elismer, hogy ő azt tudja, és úgy lép ki az ajtón, az a könnyedség, az a eltűnnek a ráncok az arcukról, ez a Úristen, nem vagyok rossz, akkor semmit nem csináltam rosszul, akkor az
ez nem is igaz, hogy ez és ez és ez van, és ez olyankor még azt mondom, hogy úristen, mindenki üljön már le magával 15 percre, és nézze magát valaki olyan szemének, hogy kérjétek meg, hogy nem tudom, hagyd lássa magam a Niki szemeink keresztül, mit látna a Nikivel, de most ez egy nagyon nagy hülyeség, de hogy nem, és... ez kurva jó, amit mondasz. Ja. És én szoktam ezt csinálni, hogy oké, például veled vagyok így, vagy Andrással, vagy még nagyon sok mindenkivel, hogy Mustival, hogy mit? Oké, most van ez a nem működik semmi, nem tudom, hogy is csinálják dolog, és akkor így mondom, hogy nyugodjál már meg, üljél le. Mit látnál most? És akkor jön mindig egy embernek a ember ide be a valóságom, és mondom, mit látnék most, hogyha az ő szemüvegén keresztül látnám magam, és így, ja, akkor megmutatnám magamnak, hogy tudom, amit tudok. És amúgy ez nem is az, amit most gondolok, és ez a hogy tényleg milyen szuper lenne, ez a, imádom, amikor emberek mondják, hogy tudod, Niki, te az a fajta lány vagy, te az a típus vagy. Ezt itt az elején mondtam is, tehát szuper. Azt mondom, hogy ha nem vagy, nem tudom, hogy ki vagyok. És minden reggel, milyen elegáns lenne az, amikor reggel felkelek, és így kinyitom a szám, és azt mondom, hogy oké, de ki vagyok ma? Én nem vagyok az az ember, aki 3 napja voltam, fogalmam sincs, hogy ki volt az a lány. És emlékszem, hogy András a csoportjában kiírta ezt a kérdést, erről beszéltünk, és amikor találkoztunk, hogy mit jelent nektek a szabadság? És akkor mindenki leírta, hogy neki mit jelent a szabadság. Tök jó válaszok voltak egyébként. És ugye én azt írtam oda, hogy nekem azt jelenti a szabadság, hogy én mindig megkérdezem magamtól, hogy na, és mit ma? Mit jelent a szabadság? És ide akartam ezt hozni ebbe az elegancia videóba, hogy mi van, ha nem akarom kitalálni, hogy mi az elegancia? Mit jelent nekem elegánsan teremteni? Mondtunk itt egy csomó eszközt, egy csomó nézőpontot, amit lehet használni mostantól mondjuk teremtésre. De mi van akkor, ha te tudod, aki nézed, hogy neked mit jelent az elegancia, és nem mi mondjuk meg itt a tutit, a nagyszerűt, hanem ha mondjuk, ha csak ezt az egy dolgot viszi el valaki magával, túl ezen a sok-sok-sok dolgon is, hogy feltesz kérdések, hogy neki mit jelent a, neki mit jelent a szabadság, neki, vagy neked, akkor így mondom, bocsánat, hogy neked mit jelent a szabadság, neked mit jelent az elegancia. Akkor, és nem keresni rá választ, hanem hagyni megmutatkozni, és nekem mindig úgy szokott ez megjelenni, hogy megjelenik egyfajta ilyen érzet, egy ilyen intenzitás, egy ilyen érzékelés azzal kapcsolatban, hogy az milyen lenne. És amikor zajlik az életem, akkor ez szokott velem történni, ez a fú, ez most olyan volt, mint az a... Mi volt az? Ja, az elegancia! Akkor nekem ez jelenti az elegancia. Mert hogy annyiféle lehet, definiálgathatnánk akár, hogy mit jelent az elegancia. Nagyház, szép autó, bőrkesztyű, pécsi kesztyű, párom is én kinek mit. De mi van, ha mindenkinek más jelent? És mi van, ha mindenki csak ránézne arra, hogy neki mit jelent? Ugye én ezt szeretem a legjobban az Access Consciousness-ben, hogy valószínűleg jó, szép munka. Szóval, hogy ezért működik ez nekem hosszú-hosszú évek óta, nem találok rajta fogást magamnak, mert hogy senki nem akarja nekem megmondani, hogy mit kellene gondolnom. Senki nem akarja nekem megmondani, hogy mi a kulcs az eleganciához, mi a kulcs a boldogsághoz, hanem én megtalálhatom, hogy ez nekem micsoda. És szerintem az is mennyire elegáns már, amikor mi magunk megmutathatjuk másoknak, hogy ők tudják, amit tudnak. Nem tudom, hogy látod a kommenteket, azt mondja, hogy egy fél óra, mi? Nem tudom, hogy tartom. Mennyi az idő? Órán. Nekem amúgy mennem kell, csak szólok. Valaki, Gabi, nem hoztad a stoppert, mondtam. 8 óra 56 van. Egy óra lett akkor belőle? Ez nem is olyan sok, szerintem az tök oké. Nem. Jó, én befejeztem. Nekem tényleg mennem kell, nekem dolgoznom kell. Szóval én még annyit hoz... Bocsánat, hogy mondjad végig, és aztán még valamit hozzáteszek. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy már nem szeretnék mondani semmit, csak a végére van egy ilyen kis záró valami, mert sorsolni szeretnék majd valamit, azt jó, elmondom akkor... majd. De az a legvége. Tehát, hogy jó, az a legvége. Nem az elegancia, nem csak az elegancia. Oké. Annyit szerettem volna mondani, és ezt imádom, hogy igen, nekem mi az elegancia, és... Amit én szoktam alkalmazni, és ezt annyira imádom, hogy annyi mindent
eldöntöttem, hogy mi micsoda. És így a kedvenc, egyik kedvenc kérdésem, hogy mindent, amit mondjuk az eleganciával kapcsolatban használjuk, hogy mindent, amit eldöntöttem, hogy az elegancia, ami valójában nem az, és mindent, amiről eldöntöttem, hogy nem elegancia, ami meg valójában meg az, azt elpusztítom, és nem teremtetté teszem. Ez az egyik kedvencem, és amit még hozzá szoktam tenni, ez egy ilyen hármas dolog, a harmadik része, hogy univerzum, mutasd meg, hogy milyen az az elegancia, és hogy mi az az elegancia, amire még nem is gondoltam soha. És ez megnyitja a teret arra, hogy olyan dolgok is fölbunkanjanak, amit nem gondoltam, és a másik pedig az, hogy rohadtul frissen tartja a dolgot, mert mi van akkor, hogyha mindig fedezhetünk föl új és új dolgokat, és nem, ja Istenem, el tudjátok képzelni, hogy valamiről eldöntjük, hogy mi az. Ez egyik, szintén egyik kedvenc idézetem, amit András egyik egyetemi tanára mondott a buddhista főiskolán, hogy a világnak ott van vége, ahol valamiről eldöntött, hogy az micsoda. És így ilyen, ez mekkora mondás. És ezt annyiszor szoktam magamnak is mondogatni, de beszélgetésekbe felhozni, mert hogyha mondjuk egy villáról eldöntött, hogy azzal csak enni lehet, akkor mit tudom én, nem szerelhetsz vele, nem áshatsz vele árkot, nem, tehát hogy így vagy... Tehát, lehet karkötő belőle? Igen, nem lehet. Ha már az eleganciánál tartunk. Igen, tehát hogy annyi minden lehet egy villa, hogyha nem döntjük el, hogy az csak egy villa lehet, és azzal csak enni lehet. Tehát mi van akkor, hogyha nem zárjuk le azt, hogy mi az elegancia, hanem folyamatosan kérdésben vagyunk vele, hogy mi lehet az elegancia, és azzal is, hogy hogyan kérhetünk többet az elegáns teremtésből. Ugye, amit itt az elején mondtunk, hogy a legkisebb befektetéssel a legnagyobb eredményt elérni. És hogyan invitálhatjuk meg ezt az energiát az életünkbe mindannyian. Úgyhogy azt hiszem, nekem... ez egy jó lezárás, hogyha gondolod, akkor így még nyugodtan. Igen, neked? Én csak annyit akartam ezt hozzáfűzni, mert ez így jön fel folyamatosan a fejemben, és valamire ez így kikívánkozik belőlem, hogy nekem van egy nagyon kedves barátnőm, a Fábián Andi, bocs, hogy itt megemlételek 64 ember előtt, de el szeretem mondani, és benne van egy olyan fokú kedvesség a lényében, a mozdulataiban, csak az, ahogy ő létezik a világban, ez a teljes megengedés. Én még fogalmam sem volt, hogy mi az az excess consciousness, amikor ő először az oktatóm lett a fodrásziskolában, aztán később visszahívott, és akkor együtt dolgoztunk, és azóta már 8 éve ugye együtt dolgozunk, és emlékszem az első pillanattól kezdve, az a kedvesség, amiből ő minden, tehát hogy az a szándék, ami benne volt, mindig ott volt benne a kedvesség, még akkor is, ha a lecseszésről volt szó. És olyan elegáns, mindig, hogyha az eleganciára gondolok, mindig ő jön fel így a fejemben, és én gondolkodtam, hogy mitől jön fel ő bennem, mert hogy nem tudom, nem gondolom, hogy otthon ezüst poharakból iszik, bár lehet, nem tudom, hogy ezt megírja nekünk ide a kommentbe, viszont ahogy csak létezik, ahogy megfog egy csészét, ahogy az ékszerek vannak a kezén, és így gondolkodtam, hogy mitől tűnik nekem ennyire elegánsnak, és most kezd így összeállni, hogy attól, hogy ő benne van ez a végtelen kedvesség. Tehát, hogyha választanánk azt, hogy mi lennénk a kedvesség, függetlenül attól, hogy mások mit választanak, az vajon mit teremthet még pluszban az életünkben, vagy milyen más emberek tudnának megjelenni. És akkor mondom itt azt, hogy én mindig azt gondoltam magamról, hogy én nem vagyok kedves, hogy én nem vagyok, mert ez a bulldozer bejött az elefánt a porcelánboltból, és akkor most itt kölkövön nem marad, és mindig azt gondoltam, hogy ez vagyok én, de amikor észre tudod venni valakiben a kedvességet, akkor ne mondjad már nekem, hogy te benned nincs ott a kedvesség. Tehát hol hitted el azt, hogy benned nincs ott az elegancia, amit, hogyha hajlandó lennél elengedni végre, akkor kibújhatna így, bam. Ezt szeretem volna még itt csak így elmondani. Ah, ez csodás. Jó, szerintem mind a kettőnknek lassan mennie kell, lassan. Igen, már egy van még egy perced. Van. Szuper. Szóval igazából semmi, csak biztosan egy csomóan tudjátok, akik nézitek, meg egy csomóan regisztráltatok, hogy augusztus 1-től lesz
október 31-ig egy 3 hónapos online programom, aminek az nem, hogy Boldogság Akadémia. Na, nem fogom megmondani nektek, hogy mi a boldogság definíciója, de ti kitalálhatjátok ezzel a 3 hónap alatt, és ennek a leírását itt az oldalamon, ha legörgettek, megtaláljátok. És megkértem a követőit az oldalamnak, meg akik benne vannak a boldogság, boldog közösség, minden a boldogságról szól, értitek? Szóval a boldog közösség csoportban is megosztották egy csomóan azt a posztot, és azt ígértem, hogy a megosztók között kisorsolok egy darab ingyenes programot. 10 000 forintba kerül havonta, úgyhogy ez 30 000 forint értékben. És nagyon sokan megosztottátok, nagyon-nagyon hálás vagyok, és szeretném ezt most itt kisorsolni. Így néz ki, nézzétek, csak kis flamingós pigyomban. És itt vannak benne a nevek. És akkor kisorsolnám most itt mindenki füle hallatára. Ta-ta-ta-ta. Ta-da! Nagy Anita! Szóval nem tudom, hogy Anita nézi-e, vagy megkeresem őt. Szóval Nagy Anitáé lett az ingyenes, upszi, 3 hónapos online program. Ha pedig szeretnétek jelentkezni, mert itt kérdezte is valaki, akkor hétfőig tudtok jelentkezni. Hétfőn délután le kell, hogy zárja, mert akkor küldöm ki az e-mailt. Már nagyon sokan vagyunk egyébként. De nézzétek meg, hogy miről szól ez a program, ott lent megtaláljátok, és köszi szépen. Te Majám, nektek pedig ma lesz egy tészteretek Brandonnal este, amire még lehet regizni? Abszolút lehet regizni. Ma este lesz a Kapcsolatok másképp bevezető előadása, ami azt jelenti, azt hiszem, 7-től 9-ig, ha jól emlékszem, és a Gellért Hotelben. A regisztráció az az accessconsciousness.com oldalon működik. Beposztolom ide a jó beszélgetés alá a regisztrációs linket. Ha szeretnétek új lehetőségeket a kapcsolatokkal, és valami teljesen mást, ami ilyen istenien megbolygatja az elképzeléseteket arról, hogy mi lehet egy kapcsolat. És mi, bár nem csak párkapcsolat egyébként, mindenféle, tehát párkapcsolat is, de lehet ez az üzleti kapcsolat, a családdal való kapcsolat, a kutyáddal, a macskáddal, a lakásoddal, az autóddal, tök mindegy, hogy mivel való kapcsolat. Ugye szerintem leginkább a fókusz az emberekkel való kapcsolat lesz, de bármilyen kérdést fel lehet tenni. Akkor szeretettel várunk, a belépő az 100 €, úgyhogy ha ez hívogat titeket, ez a téma, és Brandon annyira jó, és nekem egy-egy mondata az ilyen, néha ilyen döbb, és így van egy-két mondata, amin hónapokon keresztül eltűnődök, hogy wow. Szóval, hogyha szeretnétek ilyesmiket, akkor gyertek, és hogyha nem, akkor megtalálkozunk egy másik alkalommal, remélem. Nagyon köszi, Maja, hogy itt voltál, megint elmondtad a legcsodálatosabb dolgokat ever, mindig annyira csodálatos vagy. Köszi szépen, hogy vagy nekem, még nekünk. Ez vice versa érvényes, imádom ezeket a beszélgetéseket, úgyhogy tényleg mik a végre. Köszönjük szépen. Nagyon kíváncsian várom a következő témánkat. Én is. Nem álltunk még elő vele, de majd lesz. De ha bárkinek van bármilyen ötlete, akkor kommenteljétek ide, hogy mitről szeretnétek hallani. Minket, leginkább Maját. Csacsogni. Azért mind a kettőnket. Én nélküled nem tudnék ilyen jókat beszélgetni. Magammal se rossz, de azért mindig jó, hogyha ma valaki. Szóval nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ma is. A csúcsidőben 70-en voltunk, ami wow és húha. Az előző videóinkat ide fogjuk posztolni ez alá, link alá, és vissza tudjátok nézni a YouTube-on. Maja is megkapja a videókat, úgyhogy a Maja a YouTube csatornáján is. A Maja csoportjában. Ha lesz ideje, akkor fölteszi. Igen, ha lesz ideje, akkor fölteszi. A Maját megtaláljátok Access Majával Facebook csoportban, és köszi, hogy itt voltatok. Csodás hétvégét teremtésre fel! Yay! Sziasztok! Sziasztok!